Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egyre több bejelentkezője van a jövő évi államfőválasztásnak itt Romániában. Legutóbb Eugen Teodorovics volt miniszter jelentette beindulási szándékát, közben pedig a nagy koalíciós pártok között folyamatosan ott lebeg a levegőben az a kérdőjel, hogy összefognak-e vagy sem a jövő évi választásokra, vagy csak részben, vagy csak az államfőválasztásokra. Egyelőre nem tiszta a képlet. Az biztos, hogy jövőre választásokat tartanak Romániában, nem is egyet, de talán az egyik legnagyobb tétje ezeknek a választásoknak az az év végén szervezendő államfőválasztások. Választani fogunk, de hogy mit, kiből, ez itt a ma esti műsorunk egyik kulcskérdése. De szóba kerül a ma este folyamán az is, hogy egyre tisztábban látszik, körvonalazódni látszik az Erdély Magyar Érdekvédelmi Szervezetek közötti összefogás, hogy ez miben fog megmutatkozni a jövő évet, jövő évre tekintve, ennek is megpróbálunk egy kicsit utána járni ma este. Tartsanak tehát velünk, és vendégeimet köszöntöm itt ma este. Stúdióban itt van velem Karácsonyi Zsigmond újságíró, a Nép újságnapilap főszerkesztője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Illetve az interneten keresztül csatlakozott hozzánk Cseke Péter újságíró, a transtelex.ru főmunkatársa. Jó estét kívánok! Szép estét mindenkinek! Engedjétek meg, hogy kollegiális viszonyban ma este folyamán tegeződjünk itt a műsoridő alatt is, és hát arra invitálok titeket is és nézőinket is, hogy kiinduló pontként egy összeállítást nézzünk meg, hogy mit tudunk az eddigi államfőjelöltekről. A 2024-es évvégi elnökválasztás hivatalos jelöltjei még nincsenek meg, azonban egyre többen sejtetik indulási szándékaikat. Nikolai Csuka, a Nemzeti Liberális Párt elnöke egyértelművé tette a párttársainak, hogy indulna az államfőválasztáson. Sajtóértesülések alapján a párt színajai kongresszusán a pártelnök megerősítette indulási szándékát. Márcél Csolákó, a szociáldemokraták vezére még nem döntötte el, hogy indul-e a választásokon, de azt nyilatkozta, hogy 20 évnyi jobboldali elnökség után ideje, hogy Romániának egy szociáldemokrata elnökjelöltje is elnöke legyen. Hétvégén bejelentkezett Eugen Teodorovics is, aki miniszter volt a Ponta és a Dăncilă kormányokban. Indulási szándékát a román szuverenista tömb konferenciáján jelentette be. A harmadik köztársaság címmel javasol országtervet, amelynek célja, hogy a nemzeti szuverenista pártok összefogjanak és megnyerjék a jövő évi választásokat, fogalmaznak közleményükben. A többi lehetséges elnökjelölt kapcsán a hónap elején egy INSZKOP felmérés is készült, amely alapján Mircea Joan a NATO főtitkár helyettes lehet az államelnök választás nagy esélyese, független jelöltként. A közvéleménykutatás Laura Codruța kövesi indulását is felveti, de olyan hírek is megjelentek, miszerint George Simion, az AUR elnöke is indulna a megmérettetésen. Induljunk ki ebből a Teodorovics legutóbbi bejelentésétől, hogy igenis ő a román szuverenista tömb részéről államfőjelöltként mérettetni meg magát jövőre. Azzal a céllal, hogy a nemzeti szuverenista pártok összefogjanak, egyfajta programot is, országtervet is bemutatott. Miből áll ma szerintetek a nemzeti szuverenista pártoknak az ereje? Mit értünk ma Romániában ez alatt? Kezdjük veled, Péter. Én először arra térnék ki, hogy számom bennem konfúziót okozott Teodorovicsnak ez a bejelentése. Lévén, hogy tudtam, hogy ez a nemzeti szuverenista tömb, vagy ennek nevezett tömb, ez a George Simionék, az AUR-nak a kezdeményezése, és kötve hiszem, hogyha ez a nemzeti szuverenista tömb megszilárdul, akkor Teodorovicsot fogja elnökjelöltként indítani, erre nyilván a legesélyesebb az AUR elnöke, George Simion. Tulajdonképpen a kérdésedre válaszolva megláthatjuk, hogy Európában van egy szuverenistának nevezett hullám, ami nagyon leegyszerűsítve úgy fogalmazható meg, vagy kétféleképpen is megfogalmazható, az egyik az EU túlhatalma elleni tiltakozás, a másik a nemzetállamok szerepének erősödése az EU-n belül. Nyilván ennek van egy nagyon erős euroszkeptikus vonzata, szélsőséges esetben a Brexithez hasonló mozgalommal izmosodhat,
De röviden összefoglalva, tényleg ez a lényege, hogy az EU intézményét, hatalmát, mint olyan megtagadja, ellenzi, és a nemzeti államok szerepét növelni. Látjuk, nem kell olyan messzire menni, mi történik Magyarországon, ahol jelek szerint az egyik kampány eszköze a Fidesznek az európai parlamenti választások előtt a Magyarország szuverenitásának védelme lesz, ismeretes nemzeti konzultációs indul, sőt, törvény is készült ebben a témában. Zsiga, te hogy látod, hogy került Teodorovics a szociáldemokratáktól el a nemzeti szuverenisták egyfajta vezérévé? Hát jó érzéke van, és folytatnám, amit Csekke Péter elkezdett, hogy ez egy európai hullámnak tűnik, hogy ilyen jellegű kampányszövegekkel lehet választást nyerni, és ez nem csak délen Olaszország, hanem az északi államok már is tapasztaljuk, hogy a szuverenista gondolatokra vevők az államok. Kiegészítem, hogy nem csak az euroszkeptikusokról van itt szó, hanem valóban nem sikerült az uniónak megvalósítani azokat a bejelentett elképzeléseit, közös külpolitika, közös védelmi politika, közös határvédelem, és bizony nem tudtak se a migrációra, se akár más kihívásokra, gondolok itt az ukrán-orosz háborúra, ahol szintén nem egyéni gondolkodásmód alapján építették fel politikájukat, hanem egyfajta amerikai csatlósokként működnek, bármennyire megdöbbentő ez a kifejezés, de jelenleg ezt tapasztaljuk. Tehát ezért nagyon sok államban igenis a függetlenségpártiak azok nyerőre állhatnak a választásokon. Még egyet mondanék, ne felejtsük el, hogy az államfőválasztás az, amint mondtuk, közel egy év múlva lesz, de azt megelőzi tavasszal, egyik első választás feltételezéseink szerint, az Európa Parlamenti választások lesznek. Na, az nagyon meg fogja határozni azt, hogy kik indulhatnak esélyesen majd az államfőjelölti megméretésbe. Itt most visszafordulok Péterhez, hogyha itt van velünk, akkor itt említette, ugye említetted Péter az AUR-t. Az AUR kapcsán és az államfőjelöltek kapcsán is rengeteg érdekes részlet jelent meg találgatás az elmúlt időben. Ilyen például Muguri Szereszkúnak a neve, amit az AUR vezetője nem is cáfolt, de nem is mondta azt, hogy igen, ő vele tárgyaltak a jelöltségről, az államfői jelöltségről az AUR színeiben. Te ezt hogy látod, hogy ha nem Teodorovics, akkor találhat-e az AUR az élére államfőjelöltként egy olyan szemét, aki nem a mostani Szimion, aki a balhéktól híres, hanem megbízható és talán más jellegű, más irányú vezetést, ízét tudja adni az emberek számára? Hát rátapítottál a lényegre. Jelen pillanatban nagyon sokan gondolják úgy, szerintem ezt én felméréseket is láttam erről, hogy az AUR éppen a radikalizmusa, a gerilla típusú harcmodora, radikális kirohanásai, szélsőséges kirohanásai miatt nem egy komolyan vehető, nem egy kormányképesnek tekintett párt. Ezzel ne gondolt, hogy nincsenek tisztában Giorgio Simeonék is, és egyértelmű, hogy az a cél, hogy szalonképesebbé, kormányképesebbé, vagy azt a látszatot tudják kelteni, hogy kormányképes alakulat is lehetnek, és ennek az egyik eszköze, hogy úgymond sikerüljön jó nevű, köztiszteletben álló személyiségeket maguk köré vonni. Hogy ez mennyire fog sikerülni, nem hiszem, hogy ez sikerülne, mert akárhogy is vesszük, az AUR-nak a politikai elszigetelés azért de facto működik. Nem szívesen társul, nem csak politikus, hanem más közéleti személyiség sem most az AUR-hoz. Ami az Izareszkóval kapcsolatban felröppent híreket illeti, fogalmam sincs, hogy mennyi a realitás alapjuk, szerintem nulla, tehát abszolút nulla. Nem emlékszem, hogy hány éve van még a jegybank élén Muguri Izareszkúnak. El tudom azt képzelni, hogy eljátszódott a gondolattal, hogy nyugdíjasan visszatér a politikába. Azért mondom, hogy visszatér, mert ugye kormányfő is volt, igaz, hogy technokrataként.
de nem hinném. Viszont az AU-nak ez a szándéka, hogy egyrészt erőt, tekintélyt mutasson, másrészt szalonképessé tegye magát, az egyértelmű, és nem is titkolják. Most csak eszembe jut egy mozzanat, aminek egy teljesen más dimenziója van, inkább nemzetközi vagy európai, hogy így fogalmazzak, az a híres találkozója George Simionnak a nyár folyamán a bukaresti, Izrael bukaresti nagykövetével, ahol ugye az antiszemitizmus vágyától próbált meg megszabadulni. Ennek azért mondtam, hogy európai dimenziója van, mert az egyik feltétele annak, hogy muszáj ettől a bélyektől megszabadulnia, hogy az európai konzervatívokhoz közeledjen, hogy labdába tudjon rúgni egyáltalán európai porondon. Zsiga, te hogy látod azt, hogy az AUR-nak az esélyeit, tudják-e csökkenteni az AUR esélyeit, amennyiben összefognak az úgymond demokratikus pártok, vagy akár a most kormányon levő koalíciós pártok. Itt ez a kérdőjel folyamatosan a levegőben van most már. Feltételezésem, hogy az AUR nem fog kormányfőt adni jövőben, tehát az egy olyan összefogás lesz ellene, hogy semmi esélye se lesz, hogy ő adja majd a kormányfőt, és az elnököt még kevésbé. De az államfőválasztás második fordulójában sem Államfőválasztás második fordulójában emlékezzük vissza az elmúlt évtizedek tapasztalata az, hogy olyankor mindenki összefog egy szélsőséges ellen. Volt rá példa, a kisebb rosszra szavazott az ország, tehát én nem látom, hogy ő lenne majd államfő. Ugyanakkor nagyobb veszély az, hogy még megerősödve eléggé meghatározó szereplője lesz majd a parlamentben, és itt a legfrissebb eseményeket tekintve a mai balhét is, ahol alpári módon veszekedett a SZOSZDEM egyúttal, ő volt a képviselőház elnöke, tehát ezt a balhé hangulatot hozza, és ne felejtsük el, hogy populista módon, de olyan igazságokat, vagy vilt igazságokat mond ki, ami az embereknek tetszik. Tehát van hatása itt, amikor támadja főleg az eddig regnáló politikai családot, vagy politikai családokat. Egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ma Dacsán Csoros európai parlamenti képviselő mondta azt, írta azt az egyik közösségi média felületen, hogy szerinte a demokratikus ellenzéki erők összefogásából egy előrehozott, igazából egy előválasztást kéne szervezni, amiben megtudnák, hogy ki az az államfőjelölt Romániában, akire a többség voksolna. Mi ennek a bejelentésnek, kijelentésnek a rációja? Mi áll e mögött? Péter, te ezt hogy látod? Hát, kimondtad a ráció szót, erre kapcsolódnék rá olyan értelemben, hogy Dacsán Csolos a racionális politikus látszatát akarja kelteni ezzel a javaslatával. A felvezetődben szerintem szervezetődben becsúszott egy, hát hibának nevezném, mert azt hiszem, hogy a liberálisokkal összefüggésben emlegetted, hogy nem világos, hogy összefognak-e a szociáldemokraták a jövőre, vagy sem. Hát világos, hogy nem fognak össze, erről a szinájai pártértekezleten született döntés. Ez nem azt jelenti, szerintem, hogy ezen nem módosíthatnak, de mindenképpen mérföldkő lesz az európai parlamenti választások ezen a téren is. Tehát most szerintem, hogyha mi politikáról beszélgetünk, és esélyeket latolgatunk, akkor legfennebb az EP választásokig érdemes előre menni, mert az lesz a tulajdonképpeni erőpróba, akkor derülnek ki a tulajdonképpeni politikai erőviszonyok, amelyeket ugye most egyelőre csak felmérések mérnek. Nem tudom, mekkora visszhangja lesz a Csolosféle kezdeményezésnek, de figyelembe kell venni, amiért kijavítottalak. A liberális párt elnöke Nikolaj Csuka nemrégiben, mikor azt kérdezte tőle egy újságíró, hogy el tudná-e képzelni összefogást a mostani jobboldali ellenzékkel, vagyis a Mentsétek meg Románia szövetséggel, akkor nem mondott nemet. Azt mondta, hogy bárkivel tudunk tárgyalni. Tehát egy résnyire azért a liberálisoknál még van egy nyitott kapu, nagyon kicsi ez a rés, de van, és szerintem ebbe az irányba próbál meg Csolos puhatolózni, tulajdonképpen meggyőzni a liberálisokat, hogy csatlakozzon, nem mondta ki, de végül is az uszéléféle jobboldali koalícióhoz.
Azért kíváncsi vagyok a véleményetekre annak kapcsán, hogyha itt nem pártokról, hanem személyekről beszélünk. Ugye a felmérésekben folyamatosan visszatérő már éveleje óta Mircea Joana neve, de ott van Kövesinek a neve is, ami a közvéleménykutatások alapján igenis a preferenciák élén van ez a két úgymond független jelöltként esetleg induló személy. Esélyesek valóban az ők indulásuk, illetve akár második fordulóba való kerülésük? Zsiga, te hogy látod? Hát nem vagyok benne biztos, hogy Kövesi szeretne részt venni egy ilyen megmérettésben. Ugyanakkor csak akkor indulna, hogyha mögötte egy komoly politikai erőrende lenne, és tényleg mindenki összefogna. Ilyen összefogásra utoljára ne feledkezzünk el, amikor szocdem és liberális összefogás volt, az a Ponta és Crin Antonescu fél, amelyik mégse úgy sült el, ahogy ők szerették volna. Azóta nem nagyon látok rá lehetőséget és erőt, hogy nagyobb összefogás legyen, akárhogy Kövesi mögé álljanak, azt nagyon sokáig Ioannis emberének tartották, és nem hinném, hogy a többi politikai alakulatok ezt könnyen lenyelnék, az itthoni ügyészi ügyködései elég sok ellenszenvet váltottak ki a többi politikai pártból, úgyhogy itt kétlem. Ugyanígy kétlem, mint az előbb is említettétek, Mugori Szerészkut, ő még néhány évvel ezelőtt bedobták a hát, hogy elterelő hadmozdulatként, hogy ő is esetleg államelnöknek, ő nagyon jól megél és nagyon jól érzi magát a jegybank elnökeként, és nagyobb hatalma van, mint egy államfőnek, ez tény. A többieknél keresik azt, hogy visszakerüljenek a politikai közbeszédbe. Tehát épp azért, mert ezek önjelenkezők voltak, és nem megkeresték őket, ezért vissza szeretnének kerülni. És egy utolsó megjegyzés, minden politikai alakulatnak nagyon fontos, hogy ki tudjon állítani saját jelöltet a saját pártjából. A gyengeségét bizonyítaná, ha nem tudna kiállítani. Ugyanazért állított jelöltet minden alkalommal az RMDSZ is. Ebből az okból kifolyólag. Igen, beszélünk el az RMDSZ-ről is, és nagyon-nagyon fogy az időnk. De egy kérdés erejéig visszatérnék Péterhez, ha itt van velünk, itt van, igen, most már hallunk is Péter. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy hát Mircea Joana nevét nem emlegette Zsiga, de az ő jelöltségét én semmiképp nem söpörném le az asztalról. Önjelölt, tulajdonképpen hivatalosan nem is jelentette be. Teszteli a román politikai piacot, puhatolózik, azt hiszem már több mint egy éve, többet látjuk Romániában, mint Brüsszelben a NATO székhelyén, ez is tetten érhető. Az is, hogy egyre több olyan típusú beszédet tart, különböző, főleg oktatási intézményben tartott beszédek felszólalásaiban, ami Románia jövőjét vizionálja, az ő elképzeléseit. Az összes felmérés, jelzem, az összes felmérés első helyen mutatja őt, a választások előtt egy évvel, és van még az INSZKOP-nak, már emlegettétek ezt a felmérést, pont az mérte azt, hogy a romániai választók kétharmada jelen pillanatban támogatna egy független jelöltet. Tehát szerintem lesöpörni az asztalról nem lehet, John, meggyőződésem, hogy főszereplője lesz az elnök választásoknak egy év múlva. Nem azt mondtam, hogy nyertese, de főszereplője. Igen, hát egy éve hallhatunk arról, hogy ő visszatérne valamilyen formában. Arról is már nagyon sokat hallhattunk, hogy az RMDSZ indít államfőjelöltet, de Kelemen Hunor a szövetség elnöke több ízben is bejelentette, hogy nem ő lesz a jelölt, ő nem fog indulni. Ti mire számítotok? Ki lesz a Román Magyar Demokrata Szövetségnek az államfőjelöltje, Zsiga? Nagyon helyes, hogy nem akar újból indulni, hisz saját imázsát koptatná ezzel, mert tudjuk jól, hogy nem nyerne, mozgosítani tudna. Itt ne feledkezzünk el, Táncos Barna elég sokat szerepel, ma is szerepelt egy rendezvényen, tehát eléggé sok helyt jelen van, eléggé közismert, eléggé sikeres miniszter volt, az ő tárcája elég sok eredményt ért el, és akár Cseke Attila is lehet a következő ilyen
jelölt, aki szintén, vagy Antal Árpi, aki megint markáns meghatározója. Tehát itt lehet mérlegelni, attól függ, hogy kit fognak meggyőzni arra, hogy induljon. Péter, a te véleményedre is kíváncsi vagyok ebben a társadalomban. Nem akarok ötleteket adni az RMDS-nek, majd ha fizetett tanácsadó leszek, akkor igen, de azzal természetesen egyetértek, hogy azon a környéken kell puhatolózni, vagy fog puhatolózni az RMDS-e, amit Csiga említett. A lényeg, hogy egy Bukarestben is ismert, eddig magyar választók számára is szimpatikus, politikus kell majd legyen a jelölt. A három felsorolt, vagy négy nevet sorolt fel, szerintem szinte mindegyike alkalmas erre a tisztségre. Alkalmas nyilván idézőjelben tekintve, hogy a tét azért az RMDS számára mégiscsak más, mint a román pártok számára. A tét tulajdonképpen már csak nem is a mozgósítás, mert ugye az az utolsó választás lesz az államelnök választás, de ebben is igazat adok Zsigának, hogy a párt erejét mutatja, ha képes egy államfőjelöltet állítani. A párt erejét, és hát az erdélyi magyarok erejét mutatja ugye a jövő évi választások sora, nem csak az államfő választás. Erre készül az RMDS is, és nem csak az RMDS. Olvashattunk arról három napja, hogy lesz választási megállapodás az RMDS, az EMS, illetve ugye az MPE, a Magyar Polgári Erő között, erről már tárgyaltak, és egy egyéves megállapodásról szólnak a jelenlegi híradások. Ti mit értetek az alatt, hogy ez a három politikai erő gyakorlatilag az erdélyi magyar közéletet körbevevő politikai erő egy évre összefog? Mire számíthatunk itt jövőre? Péter? Hát az, hogy egy évre fog össze, az politikai szempontból teljesen logikus. Tehát négy egymás követő választás van. Most összeülni minden összes választás előtt külön-külön egy-egy egyességet kötni, idővesztesség, nem hatékony, így is fogalmaznék. Nyilván egy keret megállapodásról beszélnek, ahol szerintem külön-külön ki fognak térni mind a négy választásra. Vannak teljesen nagyon egyszerű képletek, az államfőválasztás ugye a legegyszerűbb, és vannak bonyolultabbak, most az önkormányzati választásokra gondolok, mert ott nagyon, nagyon óvatosan kell majd mérlegelni az etnikai arányok függvényében is, hogy hol megengedhető a verseny, és hol nem. Én részt vettem most pénteken egy kerekasztal beszélgetésen Kolozsváron, amelynek a meghívottja a Kelemen Honor volt, és ott nyilván nem mondott semmi újat, azt mondta, hogy Szatmáron is Vásárhelyen nem lesz verseny a magyar pártok között, de Udvarhelyen vagy Eljószent Miklóson természetesen lesz. Na most az, hogy elvi szinten már van erről egy megállapodás, hogy együtt kell működni, ez szerintem nem meglepetés. Azt tenném még hozzá, hogy kicsit megkönnyítette a megállapodás, az elvi szintű megállapodás létrejöttét az, hogy az RMDS nincs kormányon. Így egyrészt nem kényszerül olyan többé-kevésbé rossz kompromisszumokra, mint hogyha kormányon lenne, akár közösségi ügyekben, vagy az mostani ellenzéke, most az EMS-re utalok, nem hányhatja a szemére, hogy kormányon lejöve nem tudja megoldani, mit tudom, az úzvédi temető kérdését véglegesen, és sorolhatnám, tehát megkönnyíti kicsit a helyzetet ilyen szempontból, az összefogás szempontjából, hogy az RMDS nincs most kormányon. Zsiga, te hogy látod ezt az összefogást, akár az önkormányzati választásokra tekintve? Itt azt mondta Kelemen Hunor, hogy ha jól működik ez önkormányzati szinten, akár 220 polgármesteri tisztségről is beszélhetünk majd a jövő év választásokat követően magyar önkormányzati vezetők tekintetében. Igen, statisztikai szempontból ez jó, de kellemetlen helyzetben van Kelemen Hunor szerintem, mert kivel fogjon össze? Akkor, mikor a legelső ilyen összefogási, választási megállapodás született, ha jól emlékszünk, az Bíró Zsolttal volt, amikor egy markáns erő volt az ő pártja, és igenis sikerült akkor egy sikeres választás, sikeres parlamenti együttműködést. Számomra parlamenti együttműködés terén csalódás volt a Terza jelenléte, semmi hasznosat nem hozott az RMDS frakció parlamenti munkájában, ugye azt a szerepet játszotta el, hogyha mi külön úton jutott volna be, általában úgy is kommunikált, hogy nem RMDS listán
mintha nem RMDS listán jutott volna be, ezt én negatívnak tartom. És a másik az, hogy az elmúlt egy-két évben azt tapasztaltuk, hogy az RMDS ellenzéke darabokra tört. És napjainkig se érzem azt, hogy markánsan újjáépítették volna ezeket a részeket, tehát itt az Erdélyi Magyar Szövetség is még mindig épülőfélben van érzésem szerint, tehát itt ez abból a szempontból fontos, hogy mennyire erősen tudnak hatni majd a választópolgárokra, és itt kicsit kiéreztem Péter megjegyzéséből azt is, hogy itt azért felejtsük el, hogy teljesen más-más régiókról beszélünk, más a Partium, más a Közép-Erdély, és teljesen más a székelyföldi összefogás vagy nem összefogás, mások ott a politikai erők, egyéni ambíciók, tehát egy eléggé bonyolult képlet van. Én drukkolok, hogy legyen összefogás, és legyen több polgármester, magyar polgármester. Cél ugye egyértelműen az, legalábbis ez derül ki az RMDS kommunikációjából, hogy a jövő évi választásoknak a győztesei legyen mi erdélyi magyarok. Sajnos a műsoridőnk lejárt, én köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy még lesz alkalmunk beszélgetni az elnökjelölt aspiránsokról is, hiszen még sok meglepetés érhet minket. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, Péter. További szép estét kívánok. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ma este, holnap is 8 órától, itt a 24 plusz műsorunkban várom önöket, tartsanak velünk tehát holnap is. További szép estét, a viszontlátásra!